Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, kutatóintézetének vezetője, dr. Krasznai Csaba. Szép jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! Ebbe a koedukált szaunába a két hölgy most kiment, de azért itt még nagyon meleg van. Nézem a papíromat, hogy amiről a legjobban szerettem volna beszélni, hogy hogy védjük meg a fiatal korosztályt a mindenféle platformoktól, amikben ilyen titkos üzenetek vannak, és utána a gépeinkre rászállhatnak, lehallgathatják, belekotorhatnak. Én a minap kíváncsi voltam, egy film kezdetét láttam a telefonon, miközben a híreket néztem. Megjelent, és nem tudom miért megnyomtam rajta egy gombot, és abban a pillanatban a naptáram megtelt egy csomó mindennel, úgyhogy órákon keresztül külső segítséget kellett kérnem, hogy kitakarítsam az oda begyülemlett szemetet, és Isten tudja, hogy még mi minden tűnt el a telefonomról. Mit mondjunk a gyerekeknek? Hogy lehet őket megvédeni ezektől a furcsa platformoktól? Hát rengeteg kérdés, illetve válasz is túl itt az agyamban, ugye nyilván rögtön visszakérdeznék, hogy a hány éves gyerekeket, mert hogy nagyon, nagyon más korosztály, nagyon mást használ, nagyon más, hogy használ. Hát én például nem használok igazából TikTokot, mert az nem az én korosztályom, de az jelent meg, és megdöbbentő, hogy mi minden önkényesen történik egy telefonba, és ma már a telefon tulajdonképpen az irodánk, a titkos ügynökünk, hisz minden benne van. Hát igen, emberek el szokták felejteni tulajdonképpen, hogy egy beépített kamerát és egy mikrofont hordtunk a zsebünkben, és hogyha nyilván 20 évvel ezelőtt megkérdeztem volna, hogy ki az, aki szeretne folyamatosan megfigyelés alatt lenni, akkor szerintem nem sokan mondták volna, hogy ez működni fog. Na de a kérdésre válaszolva, alapvetően, amikor mondjuk egy telefonon vagy egy számítógépen valami olyan dolog történik, ami nem kívánatos, akkor előtte jellemzően az szokott történni, ami önnel is történt, ugye, hogy kattint egyet, ahova nem kellett volna. Úgyhogy az első és legfontosabb dolog, amire mindenkinek fölhívom a figyelmét, az az, hogy ne kattintsunk lehetőleg olyan helyekre, amik gyanúsak lehetnek, mert nagyon sok olyan kártékony kód, nagyon sok olyan nem kívánatos szoftver, applikáció, alkalmazás úgy kerül az eszközünkre, hogy az a drága weboldal megkérdezi, hogy szeretném-e telepíteni, mire a felhasználó azt mondja, hogy igen, szeretném. Nagyon ritka, amikor magától kerül oda bármi is. Hogyha mégiscsak ilyen dolog történik, akkor azért a legtöbb esetben szerencsére nincsen olyan nagyon nagy probléma, mert egyszerű törléssel, uninstallálással az ilyen dolgokat le tudjuk szedni az eszközünkről. Hogyha pedig tele lettünk szemetelve, akkor valóban kicsit időigényes, de az adatlopások sem feltétlenül nagyon gyakoriak, mármint a gyakoriak, csak nem az ilyen esetekben. Ilyenkor is a leggyakoribb cél az, hogy valamiféle hirdetést, valamiféle olyan kattintás, vadász információt jelenítsenek meg az eszközön, amivel ugye közvetlen bevétele származik a támadónak. Na de. Jelen esetben most meg kell, hogy szakítsam, pedig udvariatlanság. Egy 70-es évek korabeli izraeli sláger jelent meg. Kérdés, hogy honnét tudja a telefonom, hogy én vevő vagyok a 70-es évek izraeli slágereire, majd abban a pillanatban, amikor megnyomtam, hogy akkor ezt végignézem, láttam, hogy a naptáram fölpörög, és minden elkezdett fölpörögni, és majdnem így eldobtam a telefont, hogy jaj, most mi van. Ugye a hirdetések maguk, ami megjelenik az eszközünkön, ezek érdemes megfigyelni, ezek mind személyre szabottak. Ez úgy működik, hogy van a háttérben egy nagy technológiai szolgáltató, nevezzük mondjuk Google-nak, aki ugye a különböző felhasználási adatainkból, nem csak a saját felhasználási adatból, hanem gyakorlatilag minden egyes internetes tevékenységünkből összegyűjti azt az információt, amiből összeáll az a profil, hogy mi az, ami engem érdekelhet. Innentől kezdve a hirdetőnek nem az a dolga, hogy kitalálja, hogy mire vagyunk kíváncsiak, hanem megveszi a Google-tól az adott felhasználónak a profilját, fizet ezért, és az a kép fog megjelenni, ami számomra érdekes lesz. És erre a nemzetközi adatbiztonság, ha én például mondjuk egy újságíró vagyok, mint jelen esetben, és én híreket szerkesztek a telefonomon, és abban van brit szélsőségestől kezdve
a világon minden, a terrortámadások kaverolásáig a világon minden, mi mindent tud a Google-ből összeállítani, ami utána megjelenik majd mindenféle egyéb formában? Hát alapvetően ezek a profilinformációk egyébként megnézhetők. Tehát, hogyha mondjuk a Google-nál, Facebook-nál, bármelyik, ennél a kettőnél tulajdonképpen, mert ők, ugye, ők a legnagyobb technológia, még az Amazon mondanám, de Magyarországon az Amazon talán kevésbé foglalkozik ezzel. Minden egyes profilunknál meg tudjuk nézni, hogy milyen hirdetési adatokat szeretne nekem megjeleníteni. Profil, adatvédelem, hirdetési információk, gyakorlatilag három kattintással be lehet jutni, és meg lehet nézni, hogy mi az, amit gondol rólam, hogy ki vagyok én. Mondjuk ezzel az információ halmazza, hogy én mindent is elolvasok az interneten, meglehetősen össze lehet kavarni, és nem lesz egy egyértelmű profil belőle, de mondjuk az újságírónak azért a tevékenysége során viszonylag jól megjósolt, hogy mire fog oda kattintani. Szerintem ki fogja találni, hogy újságíróval van dolga. Mit lehet tenni, hogy megvédjük családtagjainkat ettől, illetve az adathalászokat kirekesszük? És itt már természetesen, mert ugye mondhatná, hogy ne a telefonomon szerkeszek, hanem a gépemen, de hát ma már a telefon kapacitása körülbelül ugyanannyi, mint három kompjúteré. Igen, a távmunka és a digitális munka világában én nem fogom azt mondani, hogy ne használja a telefonját munkára, mert egyértelműen a telefon kiválóan alkalmas a munkára. Technológiai lépések vannak, amiket meg lehet tenni. Technológiai lépések alatt nyilván platformfüggően, de ugye a víruskeresőknek a telepítése, nyilván az erős jelszavaknak a használata, kétfaktoros autentikáció használata, ezek a telefonra érkező kódok, azoknak az alkalmazásoknak a beállítása, amiket használunk, ugye a telefonok operációs rendszerében egészen jól be lehet állítani, hogy mihez férjen és mihez ne férjen hozzá az applikáció. De mindenek előtt az a fajta tudatosság, hogy tudjam azt, hogy az az alkalmazás, amit használni akarok, az mit csinál, mire jó, vannak-e olyan problémák vele, amiket ne használjam. Azok a weboldalakat, amiket megjelenítek, amiket megnézek, ezek legyenek kellően megbízhatóak. Számítógépen egyébként a böngészőbe beépülő modulok nagyon jól tudnak ajánlat tenni arra, hogy meglátogassam, vagy ne látogassam meg azt a weboldalt. Az alkalmazásoknak a folyamatos frissítés, hogy ne legyenek benne biztonsági problémák, ezek azok az alapszabályok, amiket mindenképpen érdemes betartani, és legfontosabb mindenképpen a tudatos felhasználás. Ugye az utcán sem megyek, tehát a való világban sem megyek be egy olyan utcába, ami sötét és gyanús alakok vannak, az internetesre tegyünk ilyet. Egy néző levélbe kérte, hogy kérdezzem meg önt, hogy milyen gyakran változtassunk jelszavakat. De hát ez, én gondolkodtam, hogy mi lenne a helyes válasz, de hát szinte lehetetlen, mindenkinek van legalább 10-13 féle belépőkártyája, amin mindenféle jelszavak vannak. Ma már lehetetlen ezeket újat adni, megint megváltoztatni, főleg, hogy az embernek nem egy telefonja van, hanem a gépe is össze van kötve, lehetetlen. A jó gyakorlat erre a következő szokott lenni, ugye nekem is körülbelül 200 jelszavam van, amit nyilvánvalóan nem fogok tudni megegyezni, hogyha mindenhova különböző jelszót adok, mégis mindenhova különböző jelszót szoktam adni. Jelszó az ingyen van szerencsére. Két megoldás létezik, és itt most döntési szituációt fogok mondani a kedves nézőnek a számára. Az első lehetőség az úgynevezett jelszómenedzser programoknak a használata. A legegyszerűbb, legkézenfekvőbb dolog a böngészőkbe beépítve ezek megtalálhatóak, tehát például egy Google Chrome, például egy Microsoft Edge, például egy Mozilla Firefox böngészőben, hogyha megfigyeljük, mindig fölkínálja nekünk a böngész, hogy elmenti a jelszavakat. Viszont azt is nézzük meg, hogy amikor jobb gombbal oda kattintunk egy új jelszó létrehozására, akkor ajánlja, hogy hozzunk létre újat. Ezek automatikusan generálnak olyan jelszavakat, amiket utána a böngésző meg is tud jegyezni. Problémás, és a jó gyakorlat az, hogy ne feltétlenül a böngészőbe tároljuk el, hanem egy olyan speciális jelszómenedzser programban, ami egyébként mindenféle víruskereső mellé szokott járni, pénzért is, akár ingyen is, amik titkosított módon tudják ezeket az egyedi jelszavakat eltárolni. Tehát minden egyes szolgáltatáshoz külön jelszó generálódik. A jelszómenedzserekhez kell egyetlen egy jelszót megjegyezni, ami ráadásul még a telefonunkra érkező külön kóddal megerősíthető, ahhoz nem fognak tudni hozzáférni. Ez az egyik lehetőség. Másik lehetőség, nézzük meg, hogy a legtöbb szolgáltatásba a Google, a Microsoft, a Facebook, vagy akármilyen profilunkkal be tudunk lépni.
kiváló lehetőség arra, hogy ne kelljen jelszót generálni. Ráadásul ugyanél a szolgáltatónál nyilván tudjuk tartani azt, hogy hova léptünk be ezzel, és egyértelműen és nagyon egyszerűen ki is tudjuk törülni ugye ezt a hozzáférést, probléma. Innentől kezdve a Google, a Microsoft, a Facebook tudni fogja, hogy milyen szolgáltatásokban vagyunk benne, de nagyon egyszerűen lehet a jelszavak problémáját ezzel megoldani. Innét folytatjuk legközelebb. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, és visszavárjuk, bízunk benne, hogy legközelebbi érkezésekor már hűvösebb lesz. Köszönöm szépen. Előzetesek, és jövünk, viszont tartsanak velünk.